Ez a történet úgy kezdődött, hogy néhány barátommal beszéltünk arról, meg tapasztaltuk nap, mint nap, hogy nagyon sok szemét felgyűlik itt a Nyomáti erdőbe, és valamit kezdeni kéne ezzel a dologgal. Eleinte próbáltunk a polgármesteri hivatalhoz fordulni, ahova tartozik ez az erdő, a hatóságokhoz jeleztük azt, hogy itt probléma van, ezzel valamit kezdeni kéne, de sajnos senki nem tett semmit, tehát senki a fülebotját sem mozdotta. Úgyhogy próbáltuk saját kézbe venni a dolgot, és az ismerősöm beszerzett 3 vadfigyelő kamerát, amit felszereltünk ide a fákra, amik jelen pillanatban is működnek. De ezek a kamerák ezek rögzítettek mindent, ami mozgott, sikerült elkapjunk olyanokat is, akik szemetet dobáltak ki. Ezeket a videókat kiposztoltuk a Facebookra, körvonalazódtak a személyeknek a kiléte, hogy éppen ki az, utána jártunk a polgármesteri hivatalnál, megtudtuk a nevét, a házszámot, be tudtuk azonosítani, és feljelentést tettünk a rendőrségre, környezetvédelmi őrségre, de hát mai napig sincs ezekből, ezeknek semmi következménye nem lett, tehát és nem voltak számon kérve, nem lettek megbüntetve. A rendőrségről azt a visszajelzést kaptuk, hogy hát ez nem tudnak ez ügyben nyomozni, nem az ő hatáskörük. Egyik nap, amikor éppen vásárhelyről tartottam haza, akkor arra lettem figyelmes, hogy egy kis mikrobusz meg van állva. Egyébként többször megálltam már, és tapasztaltam azt, hogy ilyen átutazó ügynökök itt éppen rakosgatták az árujukat, meg feltételeztem, hogy itt szabadulnak meg a feleslegessé vált dobozoktól, meg hulladékoktól, és most, mikor láttam ezt a fehér mikrobuszt, megálltam. Mikor közelebb mentem, akkor megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy egy középkorú férfi éppen a kartondobozait, meg a nájlonzacskóit, meg a mindenféle szemetét éppen itt dobálja ki az autóból. Közelebb mentem, hát persze felháborodva számon kértem, hogy mit csináltam, meglepődött, és azt mondta, hogy hát most éppen most estek ki innen az autóból, vagy utána, hogy hát csak egy kicsit dobott ki, és aztán a végén bement oda a szemét kupacba, de hát látszott, hogy egyértelmű, hogy akkor kidobott, nem voltak még elázva a kartondobozok, vagy a papírok, akkor dobta ki, bement, csak 2-3-at bevett a hóna alá, és akkor feldobta az autóba, amivel volt, és aztán elment. Készítettem egy fotót is közben, az autó is le volt fotózva, a rendszám is, meg a férfi is, aki éppen a szemetelt, és a Facebookon kiposztoltam a fényképet. És ismerőseim jelezték, hogy hát nekik annyira ismerős ez az ember, ez az arc valahol már találkoztak vele, és egy-két nap alatt körvonalazódott, hogy beugrott, hogy hát igen, ez egy vásárhelyen üzletet működtető török üzletember. Megbeszéltük a barátainkkal, hogyha tudjuk, hogy ki az, be van azonosítva, akkor az kellene, hogy ezt a szemetet, amit ide kidobált, és azelőtt való nap itt láttuk, hogy itt hagyott, az gyűjtsük össze, és vigyük vissza. Egy példát akartunk statuálni, egy kicsit megleckéztetni. Akkor szándékunk volt az, hogy ezt nem csak magunk között 3-4-en tudjunk erről, hanem hogy ez legyen dokumentálva, legyenek fényképek, videó készítve róla, és posztoljuk ki a Facebookra, hogy, mert ott nagyon sok embert elérünk, hogy lássák, hogy igenis, nem lehet itt csak úgy szemetelni. Beazonosítottam, hogy pontosan hol van a boltja, elmentem, hogy nehogy mellé fogjunk, azt terveztük, hogy visszavisszük a boltjába ezt a szemetet. Miután beazonosítottam a boltot, akkor átmentem az út túlsó oldalára, miután kijöttem a boltból, hogy csinálj egy fényképet kívülről, hogy a barátaimnak tudja megmutatni a telefonomon, hogy akkor hova is kell, majd másnap visszavigyük a szemetet. Mivel hogy a cégáos autóval voltam, így ott írt az oldalán a cégnek a házszámát, meg az utcaszámot, és utána jött a munkahelyemre. Fenyegetett engem, hogy na nem baj, mert aztán majd jön az ügyvédjével, aztán megmutatja, hogy ki a főnök, s ki a bolcs, hogy hogy majd nem baj, mert így, meg úgy, meg amúgy. Am dat voie. Nu, te ce trebuie să faci? Eu am dat voie. Unde? Te ce ați uitat aici atunci? Eu nu știam de fapt. Hát akkor ilyen szóváltás közepette váltunk el, és én mondtam akkor aznap neki, hogy akkor számítson rá, hogy másnap visszavisszük, összeszedjük az összes szemetet, és vissza fogjuk vinni a boltjába. Szerintem ő ezt blöffölésnek vette, nem hiszem, hogy komolyan gondolta volna. Másnap a Facebookon egy ilyen Facebook eseményt hirdettünk meg, hogy önkénteseket keresünk, szedjük össze a szemetet itt a Nyomáti erdőbe, szépen zsákokba tesszük, civilizáltan becsomagoljuk, és úgy, ahogy a szeméttel bánni kell, visszaszól visszük neki, hogy ő majd tegye ezt oda, ahova jár a szemét. És másnap össze is gyűltünk 20-30-an, lelkes önkéntesek, akik támogattak ebbe az akcióba, összeszedtük itt a szemetet, nem először, sajnos nem is utoljára. Autóba tettük, és elindultunk, hogy bevigyük vásárhelyre, ami innen 10 km-re van, vagy visszaadjuk a boltba a töröknek. Másnap, ahogy innen összeszedtük a szemetet, és elindultunk be, hogy visszaadjuk a töröknek a boltjába, a félúton azt tettük észre, hogy ez a török fickó jön velünk szembe egy ugyanazzal az autóval. Szóltam a többieknek, hogy akkor forduljunk meg, menjünk utána, mert ennek az lenne a lényege, hogy
neki adjuk személyesen vissza, tehát semmi értelme nincs, hogy az alkalmazottjainak vagy a boltjába csináljunk cirkuszt. Utána mentünk, és itt az első faluban már a rendőrökkel együtt, tehát ott volt már 5 rendőr, és velük együtt ott beszélgettek. Oda mentünk, bejelentettük, hogy miért jöttünk, hogy visszaadjuk. Hát persze ő ellenkezett, meg szabadkozott, hogy hát ez nem mind az ő szemete, mert hát igaz, hogy dobott ugyan, de nem ennyit, csak egy kicsit, megint kezdte ezt a históriáját. Dacă aruncam așa ceva, eu zicem un cuvânt nu vinem aici. Jur. Ar trebui să predăm bunul. Da, acum bagam, domnule, nu e problemă. Deci asta chiar aici ar trebui acum să îi predăm. Să... Domnule, dacă vedeți pe mine sculpat, chiar ziceți asta, ce vreți, eu nu sunt om din ala. Păcat că nu recunoaște nimeni. Să preia și să ducă unde, unde este locul. Nici e problemă, domnule, bagați unde trebuie să bagă. Deschideți mașina. Hai, domnule. Nici e problemă. Aștept și pentru acolo. Nu e corect. Atunci procedați corect. Asta e corect. Asta, ca să învățați. Da. Domnul primar, păi, așa, dacă nu al meu, dacă nu al meu, așa învățați. Da, da, așa e corect. Da, da, da. De ce ce al nu al meu, bagați la gâtul meu? Nu, nu, nu. Ce ați? Ceea ce aveți dumneavoastră. Auzi, dar nu am lăsat omul. Să fie învățătură de minte, haideți. Poftim, haideți. Da, mai bine vă conformați, că dacă nu e Egipt. Asta nu vi se pare, nu e direct. Și domnul. Asta eu am luat cu pe, uite, asta, jur, asta al meu, nu al meu, eu nu beam, viața mea nu beam. Mai intră și un pic. Eu nu beam. Dar nici e problemă, eu duc. Dar asta nu al meu. Dacă nu ar din cazul de trebuie, mai intră un pic. Auzi, am luat cu pe, dacă nu ai importanța cu ei, să puneți acolo. Da, da, nu problemă. Mai bine să așteptăm azi cum am curățat. Nici e problemă, nici e problemă. Asta, asta ce? Puneți mie, dar al meu? Al meu? De ce, domnul, ce al meu, de ce iau? Eu a fost corect fața, a venit pe iute, nu cu. Da, mă, domnul, orice om greșește, eu vinem la... Nu, nu, orice om greșește. Dar nu ziceți că ați fost corect atunci, că n-ați fost corect. Nu, nu, a fost corect. Ați fost incorrect, că ați depus la gunoi. Nu eu am aruncat primul, am văzut cu gunoiul. Și cum, adică dacă omor pe cine, nu m-am urât primul? Da, da, nu, 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 ce fel de argument este acesta? Ascultați, vă rog, nu, ascultați pe mine un pic, indiferent de a aruncat altcineva înainte dumneavoastră sau după sau între timp. Foarte corect. Dar eu vorbim am greșit. Nu, am greșit. Ați luat și la revedere. Bine, mulțumesc. Ce mai vorbim atunci? A rendőrségen ugye ott is ellenkezett, meg hívta az ügyvédjét, meg mindenfélébe fenyegetőzött, felvették az ő vallomását is, a mi vallomásunkat is, majd minket a rendőrök kiküldtek. Egy fél óra múlva, amikor visszamentünk, akkor a török elnézést kért, beismerte, hogy igen, hát ő ezt tényleg ezt nem kellett volna, és ezt ő tette, kifizeti a büntetést, úgyhogy a rendőrség megbírságolt a 3000 lejre, amiből 1500 lejt ki kellett fizessen, illetve ki kell fizessen. És így békés véget ért ez az egész történet. Közben persze ennek elég nagy média visszhangja lett, mert ugye azért jeleztem az újságíróknak, meg a rádiónak, meg a televízió társaságoknak, és voltak szép számba. Aznap a helyi sajtó, meg a helyi médiumok ezzel foglalkoztak, úgyhogy hál' Istennek ennek az akciónak ilyen szempontból sikere volt, mert eljutott az emberekhez, nagyon sok visszajelzést kaptam, és nagyon jó volt ez, hogy sokan jelezték azt, hogy támogatnak ebbe a dologba, ki a szervezésbe, ki konkrétan kijöve ide a helyszínre, ki a munkáján keresztül. Tehát az embereket egy kicsit megmozgatta, és valóban érdekeltetette az embereket abba, és egy jó bizonyíték volt arra, hogy igenis a civil kezdeményezésnek van ereje, és a civilek is összefogva tudnak ilyen ügyekbe, ha bár kis lépéseket, de nagyon fontos lépéseket tenni. Azóta itt az erdőben jelen pillanatban is, ha szétnézünk, olyan jellegű szemét nincs, amit látunk, hogy most dobtak el. Hát sajnos van még törmelék, meg nyomai vannak a korábbi szemeteléseknek, de ennek már néhány hete, hogy ez történt, és azóta nem láttam. És nagyon sok visszajelzést kaptam a Facebookról, meg nagyon sok emberhez eljutott, és remélem, hogy meggondolják azok, akik erről hallottak, és korábban itt szemeteltek, vagy szemetelnének, és meg tudjuk őrizni legalább ennek a területnek, vagy ennek a helynek a tisztaságát, ha bár biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb sajnos megint elkezdődik itt, el fog kezdődni a szemetelés, de hát azért vagyunk, meg azért dolgozunk, meg azért szereltük fel a kamerákat is, hogy lehetőség szerint ezt megállítsuk, meg gátat szabjunk ennek.